Kilenc csapat vett részt a 90 év Európa szívében címmel meghirdetett honismereti kincskereső játékon, melyre február 27-én hétfőn délután került sor a József Attila Művelődési és Konferencia Központban. A játékos megmérettetést a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. Szervezte az Esélyek Házával közösen, a 90 éve város Salgótarján emlékév keretében. A csapatokat a szervezők nevében Simon Lajos, a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. Igazgatója köszöntötte, majd Fenyvesi Gábor, városunk alpolgármestere mondta el gondolatait a programról. Az alpolgármester izgalmasnak nevezte, hogy a fiatalok és az idősebbek együtt versenyeznek, számot adnak tudásukról a város történetét illetően. Az indulók között voltak középiskolás diákok, érkeztek versenyzők a közgéből, a keriből, az egészségügyi szakközépiskolából és a GT-ből, de voltak idősebbek is, például a Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület, valamint a civil kerekasztal tagjai. De nevezett a Europe Direct, sőt, mivel az emlékév keretében hirdették meg a versenyt, a Városháza is indított egy csapatot. A játékos tudáspróba feladványai között voltak villámkérdések kenyeretlen Tarjánról. Volt várostörténeti totó olyan kérdésekkel, mint mikor alapították az öblös üveggyárat, mióta létezik a STC. Nagy sikere volt a kirakónak, archív és mai fotókat kellett elhelyezni a térképen. Tetszett a játékosoknak a zászlós feladat is, amikor a nemzeti lobogókat kellett felismerniük. Némelyik bizony komoly fejtörést okozott. A helyes megfejtésekért nem pontokat, hanem eurót és zsetont kaptak a játékosok. A jó hangulatú vetélkedő győztese az a csapat lett, amelyik a legtöbbet gyűjtötte mindebből. Ez a közgé második csapatának sikerült, így ők vehették át a legjobbnak járó ajándékcsomagot, amely sportszerekből, könyvekből és diszkóbelépőkből állt.